A péntek akkor filmgyűjtés unboxing, tudjátok, ez a sorozat, melyben hétről hétre a kamera előtt mutatok be nektek kiadványokat. Ebben a videóban három kiadványt fogok bemutatni nektek, egy teljes trilógia mind három részét, de nem is szaporítom tovább a szót, hanem bemutatom őket az oldalsó kamerába. Az első kiadvány a Matrix 4K UHD plusz BD kombót tartalmazó Zavi exkluzív steelbookja. A második kiadvány a Matrix újra töltve szintén 4K UHD plusz BD kombót tartalmazó Zavi exkluzív steelbookja. És a harmadik kiadvány a változatosság kedvéért a Matrix forradalmak 4K UHD plusz BD kombót tartalmazó steelbookja, és szintén Zavi exkluzív. Úgyhogy most ezt a három kiadványt fogjuk közelebbről megnézni. Sziasztok, Norbert vagyok, és üdvözöllek benneteket a csatornámon. Én már ide készítettem a szokásos fehér Mickey-egér kesztyűimet, úgyhogy most én ezeket gyorsan fel is veszem, hogy utána neki tudjak esni a három steelbooknak, és hát le tudjam róluk kapni a fóliát. Na, és akkor vágjunk is bele, kezdjük a sort, természetesen az első Matrix-szal. Ezt én még a filmet legalábbis, még 99-ben láttam moziban feliratosan. Nem is értem, hogy mehettem el a feliratos filmre, de már akkor is nagyon tetszett nekem, és azóta rajongok a Matrixért, úgyhogy nem is volt kérdés, hogy a Matrixból beszerzek mindent, hát azért nem mindent, de azért jó sok mindent, ami elérhető a piacon. Természetesen megvoltak a Blu-ray-ek, megvoltak az előző kiadású Blu-ray steelbookok, megvettem a magyar kiadású 4K UHD-kat is, és amikor láttam, hogy a Zavinál is jönni fog a Matrix, akkor egyben lecsaptam rájuk. Itt van előttem tehát ez a három rész, és akkor az elsőt fogom most bemutatni először ide az oldalsó kamerába. Így néz ki, ahogy látjátok, ilyen kísérő lap van még hozzá ragasztva azokkal a szokásos, nem tudom, ilyen gumi akármikkel. Annyit kell tudni egyébként erről a részről, meg a másodikról, meg a harmadikról is, hogy a 4K UHD-s lemez tartalma egy az egyben megegyezik azzal, amit Magyarországon is lehet kapni. Tehát van rajta magyar szinkron és magyar felirat. És akkor én most leveszem róla ezt a kísérőlapot, hogy utána be tudjam nektek mutatni a steelbookot. Egy gyors ellenőrzés, hogy nem sérültem, mert ugye a Zavitól jött, és hát a Zavi az nem viszi túlzásba a csomagolást, de nem sérült, és szerintem baromi jól néz ki ez a steelbook most. Nem tudom, hogy is fogom ezt elmondani nektek, de bemutatom ide az oldalsó kamerába is. Tehát így néz ki ez a Matrix 4K UHD plusz BD kombót tartalmazó steelbookja. Annyit kell tudni róla, hogy hát a matt az egész steelbook, és hát valamilyen szinten azért ez a kanál, illetve az alakok, hát nem tudom, hogy fényes, nem fényes, de valahogy kiemelésre kerültek, nem tudom, hogy ez mennyire látszik itt az oldalsó kamerában. De nekem nagyon tetszik ez a dizájn. Így néz ki a steelbooknak a gerince, hát igazából semmi extra, de ott a fontos, a 4K Ultra HD logó. És így néz ki a steelbooknak a hátulja. Hát szintén ugyanazt kell mondanom, mint a frontról, hogy matt, és ez a Matrix rész itt valahogy valamivel kiemelésre kerül, de nem néz ki úgy, mintha lakkos lenne. Hát nem tudom, olyan, hát lehet, hogy lakkos, csak itt a fényviszonyok mellett nem nagyon lehet látni, de nekem minden esetre nagyon tetszik. Így néz ki kibontva a Matrix első részének steelbook változata. És akkor, ha megfordítom, akkor így néz ki ez a belső. És én most kiveszem szokás szerint a lemezeket, hogy meg tudjam mutatni a belső képet is, mert ugye az is van. Így néz ki a Matrix, a 4K UHD plusz BD kombót tartalmazó Zavi exkluzív steelbook belülről.
Ja, még annyit el kell mondjak, hogy ezt mindjárt be is mutatom ide az oldalsó kamerába, hogy ez a korhatárkarika, ez csak egy matrica, úgyhogy akit zavar a korhatárkarika, az egy könnyed mozdulattal le tudja venni a steelbook frontjáról, el tudja távolítani. Na, és akkor itt a következő rész, melyről szintén azt kell tudni, ahogy azt már elmondtam, hogy a 4K UHD-s lemez tartalmaz magyar szinkront, és akkor most be is mutatom így, szintén a kísérőlap, hát rá van ragasztva, így néz ki a kísérőlap hátulja, ahol természetesen minden fontos infót megtaláltok a kiadványról. Ja, és még annyit el kell mondjak, hogy az extra lemez, az is szerintem teljes egészében megegyezik azzal, ami Magyarországon is megjelent a 4K UHD-s kiadványok részeként. Úgyhogy ezt is így leszedem. Szerencsére nem volt rajta túl sok ragacs, ezen se, hát itt nem tudom, hogy ez mennyire látszik, talán közelebb kell vinnem, vagy talán messzebb, mindegy, nem látszik. És akkor én most ezt is ellenőrzöm, hogy nem horpadt ez a steelbook, mert hát ugye zavi is simán előfordulhat, és hát nem, ez meglepő. Na, és akkor nézzük is meg a Matrix újra töltve 4K UHD plusz BD kombót tartalmazó steelbookját. Szintén azt kell mondjam, hogy matt az egész steelbook, de valamilyen szinten, hát nem tudom, ezek nem fényesek, de nem tudom, valahogy ki van emelve ez a kulcs, illetve hát ez a Matrix rész itt hátul, ez a programkódos rész. Így néz ki a steelbooknak a gerince. Hát ott is fontos a 4K UHD-s logó, már akinek fontos, nekem annyira nem, de ha már 4K-s kiadványról van szó, akkor legyen ott. És így néz ki a steelbooknak a hátulja, szerintem nagyon jól néz ki ez is. És ha szétnyitom, akkor így néz ki a steelbook kívülről. És én most gyorsan szokás szerint kiveszem a lemezeket, hogy be tudjam nektek mutatni a belső képet. Így néz ki a Matrix újra töltve a 4K UHD plusz BD kombót tartalmazó Zavi exkluzív steelbookja belülről. Ennyi volt a második rész, és akkor jöjjön a folytatás, az utolsó rész. Ez a Matrix forradalmak, szintén egy Zavi exkluzív 4K UHD plusz BD kombót tartalmazó kiadványa, szintén magyar szinkronnal a 4K UHD-s lemezen. És ott látjátok, itt a kísérő lapon minden fontos információt megtaláltok a kiadványról, és akkor én most el is távolítom ezt a kísérő lapot. Akkor jön egy gyors állapotellenőrzés. Már azt hittem, hogy karcos, de nem látszik rajta semmi. Most próbálom így a fény felé fordítani. Azért vannak benne fényes részek egyébként. Na mindegy, megnézem, vagy megmutatom itt az oldalsó kamerába. Így néz ki tehát a Matrix forradalmak Zavi exkluzív steelbook frontja. És itt is azt kell mondanom, amit már előbb elmondtam, igen, ezek a Matrix részek, ezek fényesen ki vannak emelve. Most így, hogy másik szögből nézem, így mintha fényes lenne az a felület, de nem annyira fényes, mint ahogy a múltkori Alita videómban látszódott, de akkor sem matt ez a rész. Mindegy, szerintem jól néz ki, közelről mindenképpen jól néz ki, most nem tudom, hogy a kamera ezt visszaadja-e. Így néz ki a steelbooknak a gerince, hát ott is ugye a szokásos 4K UHD-s logó, és így néz ki a steelbooknak a hátulja, és akkor én most ezt is kinyitom, így néz ki a steelbook kívülről. És így néz ki a steelbook belülről, már lemezek nélkül. Közelebb is hozom őket, hogy lássátok, sőt, így fel is nyitom őket, hogy lehessen valamilyen szinten látni.
Ennyi volt tehát a Zavi exkluzív Matrix sorozat, Steelbook sorozat rövid bemutatása, mely mindhárom esetben a film 4K UHD plusz BD plusz bónusz BD változatát tartalmazza. Írjátok meg nekem, hogy mennyire tetszik ez a sorozat, illetve hogy beszereztétek-e már valamelyik részt, vagy be fogjátok-e szerezni. Legjobb tudomásom szerint még kaphatók a részek, darabja 29,99 euró, szóval nem egész 100 euróért megvan az egész sorozat, ami hát körülbelül annyiba kerül, mint Magyarországon is annó kerültek a különálló O-ringes részek, de hát ez mégiscsak egy steelbook. Ha tetszett a videó, akkor természetesen nyomj egy lájkot, és megköszönném, ha fel is iratkoznál a csatornára. Hamarosan egy újabb videóval jelentkezem, addig nézzétek meg a többi videómat is, legyen szép napotok, sziasztok!